Hogy készül egy játék? Valaki, akinek van egy elképzelése arról, mi lenne szórakoztató, meggyőz egy egész csapat embert, akik itt nappal át éve dolgoznak, fejlesztenek és terveznek, hogy a végeredmény sok ezer, sok millió embert szórakoztasson. Mármint jobb esetben. Elég sok olyan eset van, ahol a végeredmény senkit sem szórakoztat, sőt a játékosok egyenesen visszakövetelik a pénzüket, amit a játékért adtak. Ilyenkor általában az ezt megelőző fejlesztői folyamatból már lehetne sejteni, hogy gond lesz, de mégis valamiért a stúdiók hisznek abban, hogy helyrehozható. Pedig ahogy azt már számtalanszor megtapasztalhattuk, a fejlesztői pokolból szinte sosincs kiút. Sziasztok, én Dani vagyok, és ez itt a Lead, ma pedig az Unibet támogatásával a sorozatunk új epizódjában most azt fogjuk megvizsgálni, hogyan sikerült félre a Cyberpunk 2077 fejlesztése. Talán nem túlzás azt mondani, hogy a Cyberpunk 2077 volt a legjobban várt és leginkább hype-olt játék az elmúlt években, viszont amikor megjelent, távolról sem sikerült megfelelni a magas elvárásoknak. Ennek persze számtalan oka van, amelyeknek egy jó részét lehet is tudni, de ne szaladjunk előre, először nézzük meg egyáltalán honnan jött a Cyberpunk és miért övezte ekkora hype ezt a játékot. A CD Projekt Red a kezdet-kezdetén még nem foglalkozott játékfejlesztéssel, hanem csupán videójáték lokalizációval Lengyelországban. Konkrétan a Baldur's Gate szövegének teljes lengyel fordításával és szinkronizálásával kerültek be a lengyel köztudatba, és nyilván a siker kapcsán felmerült bennük, hogy ők is kezdjenek saját játékot fejleszteni. Logikus választásnak tűnt a szintén lengyel Andrzej Sapkowski Wiedźmin könyvsorozata, ami elképesztően népszerű volt az országban, és még nemzetközi hírneve is volt. Hosszú, hányattatott sorsú játék volt az eredeti Witcher is, végül ugye angol fordítást választották címnek, hogy a külföldi közönség is felismerje, de most ez a videó nem erről szól. A lényeg, hogy az első játék pozitív értékeléseket kapott, de egy szűk RPG-s körön kívül nem lett akkor a világsztár. A CD Projekt Red igazán a 2011-es Witcher 2-vel vált világhírűvé. A játék rengeteg díjat zsebelt be, a kritikusok imádták a sztorit és annak elmesélését, többen dicsérték a grafikát és a harcrendszert is. Az utóbbi mondjuk nem tetszett mindenkinek, és a lezárással se volt mindenki elégedett, mégis azt mondhatjuk, hogy egy remek játékot tettek le az asztalra, aminek hatására a CD Projekt Red a gaming világ fontos alakjává vált. Ezután 2015-ben jött ki a következő nagy címük, a Witcher 3, ami még az előtthöz képest is óriásit robbant. Remek értékeléseket kapott a világ vezető gaming magazinjaitól, többszörösen választották az évjátékának, sőt, sokan a valaha készült egyik legjobb játéknak tartják. Hogy még egy pár dolgot említsek, az évek alatt 40 millió példány kelt el belőle, ami nagyon soknak számít, na meg a Netflixnek is ötletet adtak, hogy a regény sorozatot ők is feldolgozzák egy tévésorozatban. Ez láthatóan jól megy egyébként, már a harmadik évad is úton van. Szóval összegezve arról van szó, hogy a CDPR egy kicsi fejlesztő cégből lett óriássá, és ezután is remek játékot tudtak szállítani. Ennek köszönhetően kialakult egy olyan közvélemény róluk, ami ennél más fejlesztő cég nem nagyon büszkélkedhet. Az emberek joggal bíztak abban, hogy képesek minden körülmények között kitűnő színvonalat biztosítani, bátran elő lehet rendelni a játékokat, és nem okoznak csalódást. Na de most, hogy megdumáltuk a cég dolgait, jöhet a Cyberpunk előélete. A Cyberpunk eredetileg egy asztali szerepjáték volt, ami 1988-ban jelent meg először Mike Pondsmith tollából. A játék gyakorlatilag meglovagolta a 80-as évek retro futurista akciófilmjeit, és egy disztopikus tech-urat a jövőt képzelt el helyszínének. A 88-as játékban gigavállalatok vették át az uralmat, amelyek egymást próbálják lenyomni. Ebben a kaotikus helyzetben pedig gyorsan fejlesztették az emberi test felturbózására alkalmas protéziseket. A játék főhelyszíne Amerika volt, ahol az Egyesült Államok már felbomlott, a sivatagokat nomádok lakták, a gazdagabbak pedig olyan nagyvárosokba menekültek, mint például a videójátékban is megismert Night City. A fejlesztő cég a Witcher után erre az asztali szerepjátékra vetette a szemét, mint egy lehetséges videójátékos adaptáció. Erről először 2012. májusában lehetett hallani, akkor még csak szűkszavú bejelentésként, hogy dolgoznak egy ilyen címem. Ezután 2013. januárjában jött az első trailer, aminek az utolsó üzenete az volt, hogy akkor jön, amikor kész lesz. Ahogy már beszéltünk róla, a CDPR ekkor már olyan közönségkedvenc kiadónak számított a Witcher trilógia sikere miatt, így sok olyan véleményt lehetett hallani, hogy nyugodtan dolgozzanak rajta addig, ameddig szükséges és szállítsák a tőlük megszokott minőséget. Egészen 2018-ig hallgattak a Cyberpunkról, amikor bemutattak egy 50 perces gameplayt is az E3-on, ami után egy évig megint nem szólaltak meg, egészen a 2019-es E3-ig. Ekkor már megjelenési dátummal is szolgáltak, először volt 2020 áprilisa, majd szeptembere, majd novembere, végül decemberre, amikor már tényleg megjelent a játék. És eközben végig épült a hype, kaptuk a mindenféle sztori morzsákat, míg az asztali szerepjátékból is megjelent egy külön verzió, a Cyberpunk Red, ami összekötötte az eredeti szerepjáték korszakát a 2077-tel. Hihettük volna, hogy a háttérben minden a legnagyobb rendben halad, de közben igazából fogalmunk sem volt, milyen komoly problémák húzódnak meg a háttérben.
Összességében elmondható, hogy a CDPR bizony túl sok cuccot akart belepakolni a játékba. Ahogy már említettük, ők voltak az egyik, ha nem a leginkább köztiszteletben álló fejlesztő csapat, és úgy tűnik, hogy ezt ők is tudták, és eszerint is cselekedtek, vagy inkább ígértek. Mindenki emlékezett arra, hogy a Witcher 3 világa mennyire kidolgozott volt, hány elrejtett titok volt a térképen, hány mellékküldetés volt a játékban, amik akár önmagukban is versenyre kelhettek más játékok fő sztoriával. Még 2012-ben az első bemutatón volt is egy szlájdjuk, amire felírták az ígéreteket. Ezen olyanok szerepeltek, mint a gazdag, futurisztikus világ, elragadó, élettel teli és részletes történet, fejlett RPG mechanikák, rengeteg fegyver és kütyű, változatos, jól elkülönülő karakterek. Szóval bőven voltak ígéretek, ezeket pedig nagyjából tartották is, de ott van az utolsó vázlatpont. Új korszakot nyitnak a jövőbeli szerepjátékok világában. És végig a fejlesztés során jöttek az infók, például amikor kiszivárgott a térkép, kiderült, hogy kisebb, mint a Witcher 3, de a CD Projektre gyorsan érkezett a magyarázattal. Igen, de vertikálisabb lesz majd az egész, ezeket a nagy házakat mind bejárhatod majd. Négyzetméterre nagyobb lesz. Aztán valahol félúton felmerült az a gondolat is, hogy a Witcher 3 részletgazdag világára jöttek pozitív kritikák, de ugyanakkor negatívak is, hogy sokan épp amiatt nem mernek belevágni, hogy túl hosszú lenne az egészet megtapasztalni, úgyhogy erre válaszul inkább egy rövidebb sztorival, kevesebb mellékküldetéssel készülnek majd, de azért lesz bőven elég elrejtett elem a pályán, és a játékmenet továbbra is kitűnő lesz, hogy ugye teljesüljön ez a új korszak a szerepjátékok világában. Most már tudjuk, hogy ez a kitűnő játékélmény dolog nem annyira jött össze, többek között a bugok miatt, amelyeket a Quantic Lab nevű céget okolhatjuk, na meg azért a CD Projekt Redet is, amiért őket bízták meg. A Quantic Lab egy román minőségbiztosító cég, és az ő feladatuk volt megtalálni a Cyberpunk bugjait még a kiadás előtt. Ők dolgoztak a Witcher 3-on is, ami miatt joggal fordulhattak volna bizalommal hozzájuk, ezúttal viszont több dolog is kisiklott. A Quantic Lab veterán tesztelőket ígért, akik dolgoztak már a Witcher-en is, egyes értesülések szerint viszont junior tesztelőket állítottak a Cyberpunkra, akiknek sok esetben egy év tapasztalatuk sem volt. Ők persze nem voltak olyan hatékonyak, mint a senior kollégák lettek volna, és még sürgették is őket, ami még silányabb munkát eredményezett. Ezeknek a junior tesztelőknek ugyanis meg volt adva egy kvóta, hogy mennyi hibát kell találniuk adott idő alatt, így a legapróbb dolgokat is visszaküldték a CD Projekt Redhez, akik a mini nagyjából jelentéktelen hibákat szögelték, miközben a nagyobb dolgokra nem maradt elég kapacitásuk. Így fordulhatott elő az, hogy a kiváló játék élmény bugparád fulladt. És ha a Cyberpunk fejlesztés közbeni bajairól beszélünk, nem mehetünk el az előző generációs konzolok mellett sem. A sok csúszás miatt végül a játék nagyjából a következő generációs konzolokkal együtt jelent meg, de eredetileg még jóval előttük jött volna, így a CDPR mindenképpen ki akarta adni a Cyberpunkot PS4-re és Xbox One-ra is. Utólag kiderült, hogy a fejlesztők pontosan tudták, hogy a régebbi konzolokban kevés erő van ahhoz a Night City-hez, amit összeraktak, de a vezetés nyomására kénytelenek voltak valamit összerakni azokra is. Most már tudjuk, hogy ez nem igazán jött össze, ugyanis a PlayStation 4-en és az Xbox One-on elég gyengén futott a játék, gyenge volt a grafika, alacsony volt az FPS és a felbontás is. Ez egyébként érthető is, elvégre az új AAA címek általában nagy gépigénnyel érkeznek, csak akkor nem kellett volna úgy hirdetni, hogy nyugi srácok, király lesz régi konzolon is. Mondhatták volna, hogy PS4-en és Xbox One-on mondjuk gyengébb látványra kell számítani, de nem. Még a játék megjelenése előtt egy héttel is töltöttek fel videókat, amiben bemutatták, milyen lesz a gameplay majd a különböző konzolokon, és még akkor a megjelenés előtti utolsó Lead Podcastben december 4-én beszéltünk Áronnal arról, hogy már ott igazából látszott, hogy valami nincs rendben. Ahogy be van mutatva, hogy az Xbox One X-en úgy játszanak, mint hogyha nem is tudom, be kéne tartani a Crest vagy a hétköznapokban játszani. Nézzétek meg, 2 km per órával megy, már itt is egy kicsit szaggat a játék. Tehát a régebbi konzolosok joggal háborodtak fel, de vannak olyan dolgok is, amelyek mindenkinek fájtak. Ahogy említettem, a CD Projekt Red bőszem mutogatta a Cyberpunkot 18-ban és 19-ben az E3-on csegép, azt nem említették, hogy az ott látott trailerekben szereplő dolgok egy része nem feltétlenül köt ki a játékban. Ilyen például a trailer elején látható metró, amin V utazik, nem meg a repülő autó is, amit szintén mutogattak. Jó, ezek egyébként bekerültek, csak nem épp úgy, ahogy számítottunk rájuk. A metrót csak látni lehet, de nem lehet rá felszállni, a repülő autót pedig nem lehet
vezetni. És itt utalnánk vissza az első bevezető pontunkra. Túl sokat akartak, egyszerűen többet, mint amit be tudtak tenni a játékba. Persze ez is oké, csak ötletekkel nem kellett volna villogni a bemutatón, vagy legalább rendesen kommunikálni azt, amikor megszületik a döntés arról, mi marad a játékban és mi repül. Olyan gigantikus hype övezte a játékot, mint mondjuk egy Avengers filmet, a trailerek és gameplay demonstrációk minden képkockáját kielemezték a tartalomra éhes rajongók, és minden egyes bemutatott elemet készpénznek vettek. Nyilván ez a trailer nézők hibájának is felróható, de a CD Projekt Red tudta, hogy így kezelik a trailereket, és meg sem próbálták csillapítani az elvárásokat. Ezek voltak a legfőbb problémák a Cyberpunk fejlesztése során, de ezeken is túl van pár dolog, amit említhetünk. Ilyen például, hogy kisebb fejlesztőgárda dolgozott rajta, mint amekkora kellett volna. Eleve több fejlesztőt átvezényeltek a Witcher 3-hoz, még ugye 2016 előtt, ugyanis oda kellett az erőforrás, így 2012-től 16-ig csak amolyan félgőzzel dolgoztak a Cyberpunkon. És amikor 16 után belehúztak, akkor is csak 400 ember dolgozott rajta, ami soknak tűnhet, de egy ekkora játék fejlesztésében nem olyan durva. Az Assassin's Creed Origins-en például több mint ezren dolgoztak. És azt se felejtsük el, hogy mennyi minden változott az eredeti elképzelésektől a játék megjelenéséig. A Bloomberg egy újságírója, Jason Schreier posztolt a Twitterre, hogy egészen 2016-ig third person nézetben képzelték el a Cyberpunkot, de meg azt is elárulta, hogy a rendőrség azért ilyen gagyi a játékban, mert az utolsó pillanatban gondolták ki a működését. Végül azt is megjegyezte, hogy a CDPR egyszerre akart RPG-t és GTA-t csinálni a Rockstar fejlesztői gárdájának a töredékével. Összehasonlításképpen a GTA 5 úgy készült majdnem ennyi ideig, hogy ezren dolgoztak rajta. A megjelenéshez közelítve a marketing gépezet része volt a Night City Wire, egyfajta ilyen behind the scenes podcast jellegű történet, ahol a játék kommunikációjának arca Holly Bennett szedte össze azokat a készülés bemutató videókat, amiket más játékok a gyűjtői kiadás extrájaként szoktak felpakolni egy DVD-re. És igazából, ha ezeket végigkövetjük a megjelent játék minőségének tudatában, akkor egy nagyon furcsa kép rajzolódik ki. Mintha el lettek volna veszve a részletekben. Az egyik ilyen felvétel, a Revving Up Night City, például bemutatja, hogy a fejlesztő csapat hogyan látogatott el egy versenypályára, hogy élőben profi autóversenyzők kíséretében rögzítsék az autók hangjait. Ez tök jó, meg kell a játékba tényleg, de mi lett volna, ha ennek a költségvetésnek mondjuk egy részét átcsoportosítják a játék motorba, hogy mondjuk élvezetes legyen vezetni is ezeket az autókat. Problémaként említhetjük még a csúszásokat a megjelenés előtti időszakban. Ne feledjük, hogy a koronavírus első évében 2020-ban járunk, amit a Cyberpunk is megsínylett. A fejlesztőknek hirtelen kellett elkezdeniük otthonról dolgozni 2020 márciusa körül, így borult az áprilisi megjelenés. Aztán még annyira sem tudták tartani a tempót, ahogy eredetileg tervezték, mert csak a negyedik megjelenés dátumra sikerült idézőjelben elkészülniük a játékkal 2020. december 10-re, amikor megjelent a játék és borult a bili. Ahogy a videó legelején említettem, ennél a nagyobb várakozást valószínűleg egy játék sem kapott az elmúlt években, így elég csúnya volt, amikor a bugok, a hiányzó funkciók és rossz teljesítmény a régebbi konzolokon arcon csapták a játékosokat. A Reddit és a Twitter tele volt azzal, hogy a CD Projekt Red képtelen volt leszállítani azt a minőséget, amit beígértek, és az első napokban úgy tűnt, teljesen el fogják veszíteni a jó hírüket. Az addig felfelé szárnyaló részvényáraik például hirtelen indultak hatalmas zuhanásnak, ezzel pedig a tulajdonosok is jócskán buktak az egész. A játékot ért újságírói kritikák egyébként még így is egész jók voltak, legalábbis PC-n és Next Gen konzolos kiadások esetében, annó mi is 9-est adtunk neki, de ez már nem mondható el a PS4-es és Xbox One-os kiadásról. A Sony konkrétan lehetőséget biztosított a PS4-es játékosoknak arra, hogy visszakérjék a pénzüket, és le is szedték egy időre a Cyberpunkot az online boltból. Később visszakerült, de 2021. júniusáig a játék megvásárlásánál feljött egy üzenet, hogy a PlayStation 4-re nem ajánlják a beszerzését. A Microsoft nem vette le a játékot a boltból, de figyelmeztető üzenet náluk is volt a One generációs konzolokhoz. Természetesen a CDPR is észlelte, hogy nagy a baj, miután az elégedetlen játékosok hada előzölötte az internetet. A megjelenés után egy hónappal megjelent egy roadmap, amin bemutatták, milyen ütemben tervezik kijavítani a játék hibáit. Ez a roadmap egyébként egy videóban jelent meg, amiben a cég társalapítója Marcin Niewiński elmondta, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy jóvá tegyék a hibájukat. Viszont nem csak a játékosok felé tartoztak felelősséggel, hanem a befektetők felé is, akik a botrányos megjelenés után beperelték a CD Projekt Redet, amiért hamis információkat közöltek velük a játék állapotáról. Ennek az ügynek egyébként tavaly évvégén lett vége, amikor a cég 1,85 millió dollár kártérítést fizetett a befektetőknek. És ha mindez még nem lett volna elég, közben más bajuk is volt, mégpedig az, hogy egy hacker csoport ellopta tőlük a Cyberpunk, a Witcher 3 és a Gwent forráskódját, na meg alkalmazottakat érintő céges adatokat is. Tehát a játék szögelése mellett azzal is foglalkozniuk kellett, hogy a neten keringő érzékeny adatokban ne legyen akkora
bajuk, de ez valószínűleg csak a jéghegy csúcsa volt náluk. Minden esetre a nagyobb bugokat, nem működő küldetéseket sikerült megjavítaniuk 2021-ben, de több jókora frissítés is 2022-re csúszott, amiket eredetileg még az előző évre ígértek. Ilyen volt például a Next Gen frissítés, ami ugye a Cyberpunkot hozta volna el a PS5-re és az Xbox Series X-re már optimalizáltabb verzióban, ezt tavaly kellett volna kiadják, de végül csak 2022 elején sikerült kiadni. Az optimalizációval együtt néhány beígért, de nem teljesített funkció is bekerült a játékba, például a saját lakások vásárlásának a lehetősége is. Ennek ellenére például a 2021-re ígért DLC-nek még nyoma sincs, vagyis hát apró DLC-ket kapunk, új ruhákat, stb., de az igazi nagy ingyenes kiegészítő még épp hogy csak egy teasert kapott, na meg egy évszámot, hogy jövőre, 2023-ban érkezik majd. Emellett persze meg kell említsük a Cyberpunk Edgerunners Netflixes animét is, ami kifejezetten pozitív fogadtatást kapott, és sok vélemény szerint kifejezetten hozhat népszerűséget a játéknak, de akkor is a tervezett kijavítási roadmapet már négyszer kellett módosítaniuk az első verzió óta, szóval nyugodtan állíthatjuk, hogy igazából semmit sem jelent, mert bármi, bármikor, bármennyit csúszhat. Összességében mostanra már egy egész évkézláb játék lett a Cyberpunk 2077, viszonylag hibamentesen végig lehet tolni a játékot, azt viszont nem mondhatjuk, hogy ne lett volna hatása a CDPR-ra vagy a játékiparra. Ahogy már említettem, a cég hírneve rendesen megsínylette az elmúlt közel két évet, ma már csak kevesen tudnak úgy gondolni a CD Projekt Redre, mint a fejlesztő cégek gigacseggyére, ami stabilan minőséget szállít. A Cyberpunk hatására ráadásul az egész szektor megváltozott. A bukása óta nem látunk olyan hype-ot egy játék körül sem. A fejlesztők egyre kevesebbet mutatnak és árulnak el, nincsenek már akkora ígéretek, na meg az is benne van, hogy a játékosok sem mennek az egekbe magasztalni egy játékot addig, amíg az ki nem jött. Pedig azóta is volt már csúfos bukás, mint például a sorozat legutóbbi részében említett Battlefield 2042, vagy ha nagyon újat akarunk nézni, akkor a Saints Row reboot, amit már most az új Cyberpunknak hívnak, pedig azért tegyük hozzá, ott végig nem volt ekkora hype körülötte. Visszatérve a CD Projekt Redre, lesz esélyük helyreállítani a hírnevüket, ugyanis már belengedték egy negyedik Witcher játék eljövetelét 2022 márciusában. Erről persze még szinte csak alig információ morzsákat lehet tudni, például, hogy Ciri lesz a középpontban, és hogy valószínűleg Unreal Engine 5 alatt fog futni, de nincs hír se megjelenésről, se a sztori további részleteiről. Rátok, milyen hatással volt a Cyberpunk megjelenés? Csalódtatok a CD Projekt Redben? Mertek azóta hype-olni játékokat? Írjátok meg nekünk kommentben, vagy beszélgessünk a Discord szerverünkön, ehhez linket találtok a leírásban. Ha pedig követnétek az élő adásokat, akkor ne felejtsetek el bekövetni Twitch-en is. Ha tetszett a videó, sokat segít nekünk, ha ezt egy lájkkal is jelzed, és ne felejts el feliratkozni a csatornánkra, hogy ne maradj le a további tartalmainkról sem. Várunk legközelebb is. A csatorna támogatója az Univet.